szavaztunk el neki. Elindult a felvétel. Tehát nem tudom mennyire hallatszódik, mert nagyon esik az eső. Irigy eső van. Fogalmam sincs, hogy mennyire fog hallatszódni. Egy kicsit kijöttem. Mert tudjátok, régen is ugye mondtam már ezt, hogy itt a tető miatt, az eső miatt, a tető miatt ugye nem lehet úgy hallani, ha beszélünk. Ja. Úgyhogy nem tudom. Hát remélhetőleg azért lehet hallani. Hú. Szokásai szerint nem elég laktam jól. Még mindig bennem van az irigy kaja. Ja. De direkt azért pihentem egy kicsikét, hogy utána tudjak vlogolni. Úgyhogy már ugye tudjátok, hogy nagy témám mindig nincs, tehát ez van. De mondom, csinálok már egy kis videót selfie-bottal. Hoztam már neki selfie-botot. Ja. Már minek mondom mindig, úgy is tudjátok. De mindig jobb éj az a selfie-bot. Már egy kicsit már látszódik, hogy úgymond ott az izéje, amikor a telefont oda támasztom, hogy kicsit ott el van lazulva valamilyen. Van az izéje, nem... Hát, ja. De... Az a fogós van a vízéje, ami... Na majd, nem mutatom. De még azt a tudat, hogy látom, hogy bíjas tapát. Pedig már nem is... Azt nem... Ezt a selfie botot már nem is tudom. Hogy hol vettem, vagy valami. Valami sincs. Ja. Vagy lehet, hogy ezt kaptam. Már nem emlékszek. Már nagyon régen van. Hát igen. Na mindig. Ugye írták egy-kettő, hogy a múltkor videóban, amikor beszélgettem erről az FPS dologról, hogy lehetséges, hogy a processzor miatt van az, hogy kevesebb a FPS, de írta is valaki, hogy az egyik videóban, hogy ja, ne csodálkozzunk, hogyha ne csodálkozzak, hogyha kevesebb az FPS, ha mindent full a teszel, full grafikám. Hát jó, azért mondom, hogy nem tudom Norbert, hogy akkor te... Bár azt mondta Norbert, hogy ő is full grafikán ultrányom minden játékot, ami van neki kártyája, azt hiszem RTX 70, ez van. Diáti azt mondta múltkor. Na mindegy, hát fogalmam sincs, hogy mindegy. Én attól most mondom, hogy én örülök neki, hogy jól mennek a dolgok, mármint a gépen. Úgyhogy, állj, ezért nem szeretek így cigizni. Fúj a szél, már megint. Osz. Olyan hamar elszívom, hogy nem is. Nem is érzem úgy, hogy ahogy nyilván érzem a cigit, csak ugye a kevésnek. Volt már olyan, amikor elszívtam kettőt, amikor olyan hamar elszívtam, de fú, kettőt nem szabad elszívni egymás után, mert... Ja. Nem jó. Szinte akkor szédültem, meg szalon voltam. Na mindegy, úgy néz ki, hogy nem maradok ki sokáig ezt elszívom, mert szerintem nem igen lehet hallani, miket beszélek. Direkt jött, csak ide jöttem, de szerintem nem igen lehetett hallani semmit. Vagy egyáltalán lehetett valamit hallani. Na, nem hiszem. Na, ki akartam egy kicsit levegőzni. Ja. Levegő. Az mindig kell. Hát ezt tényleg csak kicsit voltam. Kicsit voltam levegő. Di-du-du-du-du-du-du. Jövünk ide. Jó kis helyünk lesz a bolog.
több. Jaj, milyen eleső. Nézelődünk. Nem jöttek. Ja. Úgyhogy, nem én mondom, hogy... Jó. Jó kis ágyvlog. I tell all like me. Ja. Hát az... Az no. Hát még mindig valahogy még titkokon nem, nincs kedvem lájhozni. Mindegy, vagy. Összetéve azért mondom, hogy én ülök neki, hogy ami, na, hogy jó, mi minden. Fortnite is olyan jó szépen meg szinte full kafikán van minden téve tényleg. Úgyhogy ez így tök jó. A Fortnite-on ugye be van állítva az, hogy ultimate, vagy hogy kell kiejteni, hogy nem arra tettem a hány hertzes a monitoron, mert néztem róla egy videót. Kinél is? Valami Aerus az a neve a videósnak. Valami Aerus, ja, szerintem ismeritek, vagy nem tudom. Nálan láttam egy ilyen Fortnite-os FPS ilyen nevelős beállítás is. Beállításos ilyen videót, és akkor ő mondta, hogy neki valami fleece, mit tudom én, milyen monitorja van, és akkor nekem is ugye az a monitor van, mint neki, hogy fleece, valami freestyle, vagy hogy mondtam már, hogy ejtettek ki, nem tudom. De aki már ugye látta, milyen monitoron van, a leírása benne van, úgyis, minden. És akkor neki úgy van beállítva, nem 100, ugye neki is 144 Hz-es van, de nem úgy van beállítva a Fortnite-on, hogy 144 Hz, vagy FPS, hanem ultimate, hogy végtelen FPS mutassa, mert hogy a monitorja freestyle-os, vagy hogy kell kiejteni, mi az már. Úgyhogy, ja. Úgy én is úgy állítottam azt be. Mert én mondom, hogy jó ez, majd hát még mindig nem tudom, mikor lesz meg a 32 gigabájtos rendelve, még egyelőre még nincs megbeszélve a dolgok, de majd idővel meg lesz az is, de még úgy néz ki, hogy még egyelőre nem. Hát, na, van ilyen. Nem kell vele rohanni, az a lényeg, hogy majd meg lesz az is, és akkor tényleg jó kis gamer PC-m lesz. Vagyis hát van már, na attól függetlenül, hogy nincs benne a memóriám. Viszont valaki, amikor tudjátok, ajánlottam azt a Windows 10-es meg 11-es oldalt, ahol olcsón meg lehet venni az aktiváló kulcsot. Már volt egy nézőm, aki megvette. Ja, amit nagyon szépen köszönök, hogy akkor végül, akkor csak jó, ugye? Mondtam én, hogy jó. De nekem még nem sikerült írtam, és neki még nekem sajnos nem. Még nem jött illégy támogatás. Se baj majd. Mindegy, hát nem olyan fontos, ezt ahogy már mondtam. Nem fontos aktiválni a Windows, attól függetlenül működik úgyis minden rajtam. Ugyanúgy el. És sőt, az a jó benne ebbe a Windows 11-be. Mert ugye a Windows 10, ha nincs aktiválva a Windows, akkor egy-két dolgot ugye nem lehet használni a tárcán. De viszont a Windows 11, azokat is tudom használni, ugyanúgy, ha nincs aktiválva, mint a Windows 10 nem lehetett. De a Windows 11-en mégis be tudom pipálni a tárcán lévő dolgokat, ikonokat, ugye, hogy mutatja, ne legyen elrejtve az ikonok, tudjátok. Én azt szeretem, ha automatikusan a tárcám ugye lemegy, hogy hozzámegyek egérrel, akkor megy fel. Én már úgy szoktam meg, már évek óta úgy használom azt. Úgyhogy, hogy Windows 10, ha nem aktiváltam, akkor ezt nem lehetett. Windows 11-en ezt lehet. Úgyhogy végül is nem is olyan fontos. Csak annyi, hogy jó, hát azt hallottam, hogy ha aktiválod a Windows, akkor jobban megkapod a frissítéseket, meg mit tudom én, valami ilyesmit hallottam. Meg gondolom, hogy biztonságosabb lesz a Windowsod. Ja. Ahogy írtam is a oldalnak, a Windowsos oldalnak, amit ugye múltkor mutattam,
videóba, hogy nincsen szponzor lehetőség. Jó. De hát nem írtak vissza. Ja, hát pont tudom, úgy gondolom persze, hogy majd pont olyan videóst fognak visszaírni, amit úgy mond, hogy én nem is vagyok az a videós, mint egy normál videós, vagy hogy mondjam. Gondolják, hogy hát nem, te nem lehet szponzort. Jó, kicsit szarul is lesik, mert nyilván ennyi idő alatt csak visszaírtak volna, mert este írtam nekik e-mailt. Szponzor lehetőség van-e, de hát persze, hogy na. Én nem vagyok nyilván olyan videós, hogy most jaj. Meg még ha esetleg talán akkor, hogyha lenne ugye több tízezer feliratkozom, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy na jó van, akkor ennek van nézettsége is, meg sok feliratkozója, de mivel látják, hogy csak 2000, gondolom lehet emiatt is. Ja, meg gondolom nekik az a lényeg, hogy jönnek sok bevétel, meg minden, mindenkinek, minden videósnak. Na mindegy, ez van. Nem hiszem, hogy lett volna olyan, hogy most valaki tőlem vásárolt volna, pedig milyen jó lenne. Ugye ezt a Fortnite-os support kódot sem tudtam megoldani, nem is fogom tudni. Hát, na igen, ez az egy, ami nehéz, nem tudom megoldani. Pedig amúgy kiköltöttem azt a papírt, kinyomtattam akkor, aláírtam, meg mindent fel is töltöttem nekik, elküldtem Epic Games-nek, de utána még valamit, nem is tudom, mit kértek még, hogy mit csináljak. Na mindegy, hát, de nem tudom, miért ilyen úgymond. Na ez már kicsit, ja, nekem bonyolult volt. Mert még sose csináltam ilyet. Ja. Azt hittem, csak egyszer beregisztrálok, hogy akarok support code lenni. Egy-két dolgot ugye elpepipálni, meg ilyenek. Azt hittem, hogy ilyesmi nem olyan, hogy még mit izényli kell nyomtatni, meg mit tudom én. Kicsit jó szar azért, hogy most ennyire úgymond. Legalábbis nekem bonyolult egy kicsit ez már, na. Ezt legalább elismerem. Elismerem. Elismerés az fontosság. Ugye? Ugye? Ja. De attól függetlenül, hogy akkor beszéltem most ugye a feliratkozásról, szépen haladunk. Amit nagyon szépen köszönök, hogy jönnek a feliratkozások. Ja. Nem YouTube-on is azért is csinálgatom a... Mi volt ez? Ja, semmi. De már van. Azért csinálom ott is ugye, itt is a videókat. Ugye volt egy... Csak arra felmondom, hogy amikor ugye a múltkor titkokon, amikor sokat rágozgattam, ugye aki látta, akkor gondolom meg volt ijedve, ha meg volt, hogy jaj, nehogy már te is oda szélj vissza. Persze látjátok, hogy nem. Én azért mondom. Most oké, okay, jó, párszor kipróbáltam ezt a titkok live-okat, milyen gameplay, meg mit tudom én. Ja, nyilván biztos majd még lesznek ott is majd live-ok, ja. Főleg, hogy most, ugye, új gép. Még ki sem próbáltam, hogy hogy fog menni a gameplay live-ot titkokon. Beállítottam már pedig egy-két dolgot a titkok live stúdióban, mert ugye a titkokon nem OBS-sel kell stúdióval live-ozni, hanem a titkok live stúdióval. Ugye azon kell live-ozni. Azt akkor ott beállítottam pár dolgot, most is ugye. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy lesznek a dolgok. Ja, csak én azt várom már, mikor lesz az, amit múltkor beszéltem, hogy titkokon pénzkeres videókkal, mert ugye múltkor már beszéltem elő, hogy volt egy csávó, aki csinált videót, mutatta, hogy már lehet külföldön pénzkeresni videókkal is, de még Magyarországon nem. Tudom, hogy egyszer írta nekem valaki, hogy valahogy már lehet pénzkeresni Magyarországon is, de na mindegy, de attól függetlenül jó lenne, ha végre bevezetnék ezt is, hogy Magyarországon is lehessen. Ja, állítólag ugye 10 000 követő felett lehet pénzt keresni külföldön a titkok videókkal. Pedig az jó lenne, ha működne.
beválna, hogy ott is, ja, akkor ott is jobban csinálgatnám a videókat, és akkor, ja, hú, de jó lenne, hú, de jó. Ezt mondtam mindig régen is, hogy miért nem lehet titkokon a videókkal pénzt keresni, pedig hát, még jobban akkor, ja, na mindig ez van, jó van. Wow, hát elég sötét van, mert mondom, ugye, így felhők vannak, mert hogy esik az eső. Esik az eső, múlik az eső. Mondom, csinálok már egy kis videót. Mondom, így hétvégére előtt legyen egy kis utolsó videó. Ja, hát úgy mondanám utolsó videó, hogy na, egy hétvégén úgy sem nagyon szoktam videózgatni, mármint vlogolni. Kivéve, ha fontos olyan dolog van, akkor nyilván a szobából csinálok videót, becsukom az ajtót, és akkor ja. Vagy ha akarok egy videót, akkor igen. Na most a lábam már tényleg úgy csinálom a gameplayt is a titkokon, amikor úgy live-oztam, hogy itt hol volt mindenki este, hét után live-oztam, és akkor nem is olyan izé. Én még mindig féltem, amikor Patuska is mondta régebben, hogy jaj, mit félsz, amikor csak becsukod az ajtót, azt megmondod nekik, hogy ne jöjjenek be, az kész. Semmi olyat nem mondasz meg, ha mondasz is, hát felnőtt vagy már. Hát és tényleg igaza van, hát felnőtt vagyok, hát most miért ne csinálhatnám azt úgymond, hogy live-ozni, hogy most attól, hogy ők itt hol vannak, hát. Ja. Közben nyávog a macska, de most úgy látom, nem az én el megjöttek fatalék. Most nem tudom, most egész nap nyávogott. Tendap is. Gondolom biztos, hogy azt hiszi, hogy korai tavasz, az már, hogy korai tavasz van, ugye, és akkor gondolom, hogy, hogy mondjam, irikólásja, mert azt hiszem tavasszal meg nyáron szoktak a macskák. Ja, tavasz nyáron. Túvasz, de hát még tavasz még az húban, még március 21-én van. Hivatalosan. Ugye bál, én ezt tudom. Wow. Egyszer múltkor volt a rádióban, azt mondták, hogy január van, és akkor már nyár van. What? Ja, még a rádió. Ha mondom, beszéltük is mondta erre, hogy hát július 21-től van hivatalosan nyár, szeptember 21-ig. Hát és nem tudja még a rádió se, hogy attól, hogy július van, és már nagyon-nagyon meleg, így mondom, attól még nem azt jelenti, hogy most akkor. Na, na mindegy. Pedig hát ezt mindenhol tanították, hogy milyen évszakok hogy vannak már, hogy na, értitek. De még a rádió azt mondta, hogy beállva nyár van. Hát oké, nyári idő van, az tény is való, hogy akkor júniusban már nyári idő volt. Na mindegy. Pont egybe szélre kell mi? A jó kis okoska. Mert én okoska vagyok. Na jó, nem. Wow. Akkor mehetünk még egy cigit. Most már eltelt annyi idő. Ja, csak kinézek, hogy mi a helyzet. Jó van, akkor semmi. Hát igen, azért mondom, hogy hú, tényleg most nem tudok már miről beszélni, mert annyi minden volt témák, hogy ki kéne még találnom, hogy valami más videókat is, nem csak vlogokat. Ja. Nem csak vlog videókat. Hát amit mondtak, múltkor írt a Thomas Johnson is, láttam, hogy csinálhatnék izét, ilyen akció videókat. Na ja, az is jó annál dolgokat. Nézettségeket, ahogy írt, reakció videókat. Hát oké, csak hát milyen fajta reakció videókat. Ganna olyat, mint nyilván nem olyanokat akarok, mint régen, hogy a részpontó kérések, meg ilyenek, azért az már nem. Hát nem tudom. Én úgy, mint például van a Herkules, ugye, videós. Az is normálisan úgymond csinálja a reakciókat.
Nem úgy, hogy... Na, ja, még egy idő. Hát nem tudom, gondolkozom már itt a tanács azon, hogy kitalált valamit, hogy csinálnám valami bögréket nálam, már nem nálam, hanem valami oldalt csinálnom, vagy mit mondott, hogy oldalt szerkesztenem, vagy nem tudom már, aztán hogy írtam. És akkor állul a bögréket. Csak ugye mondta, hogy az én engedélyem kell. Nem, na, legalább ennyiből rendes, hogy addig nem csinálna. És akkor azt mondta, azt írta, hogy így akkor, ha olyan, akkor a fele, vagy úgy mondtam már, a fele bevétel enyém lenne, ha lenne vevő. Nyilván. Ja, hát nem tudom, hogy végül is egy próbát megélhet, nem? És akkor ilyen pólókat is, mint más videós, azt hiszem, Ufield, póló, bögré, púcsik! Vagy ja, csak bögréket mondtad, azt hiszem, vagy pólót is. Ja, pedig amelyik a pólók is lennének, mert minden olyanokat is csinálnál, ha érthetsz hozzá már, ha bögrét is, akkor mondom már póló is, és akkor, mint Ufield mindig mondja a videó alá, póló, bögré, púcsik! Kenyauk, vagy hogy mondjam el. Ja. Régen, amikor volt az a Molnárkusz János pólom, tudjátok. Jó, de az a baj, hogy jó, attól még meg lehet próbálni, hogy kevés váratkozó van, attól még lehet, hogy valaki venne. Hát figyelj, megpróbáltuk, csak a Thomas Johnson, ha azt mondod, hogy értesz hozzá, akkor felőlem. Legalább akkor ezt egy kis bevítelem neked is, nekem is. Fele-fele, mit tudom én. Egy bögrem, nem tudom, meg ha a pólót is csinálsz, ha akarsz, nem tudom, ahhoz is értesz-e. Akkor, most nem tudom. Csak gondolom, ahhoz tényleg jó ki kell szerkeszteni, meg mit tudom én. Mint azt hiszem, ja, volt Gamer Banditának is volt bögre, amikor adott nekem. Böglit, Gamer Banditás. Néha szoktam inni belőle a teját. Ja. Úgyhogy hát felőlem megpróbál, tudod én mondom, hogy itt a engedély akkor a videóba. Ja, úgyhogy majd meglátjuk. Azt gondolom majd, ha olyan, ha lesz bevétel, akkor biztos majd a PayPalomra utalod. Ja, vagy a Revolut, mindegy. De a lényeg, hogy akkor elrakett tőle, mert ez a jó. De hát még előre menjünk bele. Elsőnek majd eldöntöd, hogy akarsz, nem tudom. Elolvastam én akkor tennap, amikor írtad, csak most nem tudom, pólókat is írtad, vagy csak bögréket. De majd megírhatjátok a kommentbe, hogy vennétek-e, ha lenne olyan, aki szerette tőle Molnárkusz János bögréket, pólókat is, ha esetleg ahhoz is ért, mondom Tomás Zsoltán, nem tudom, vagy ki csinálná neki, vagy ő, vagy nem, na mindig. Jó. Pedig amúgy nem lenne rossz azért, ja, legalább egy kicsit lenne kis pénz. Akkor, ja, na jó, van mindig. Beszélek mindig a pénzről, mert nem szeretik. Egy kettő, negatív, inkább így mondom. Na jó, most nem akarom nagyon hosszú videót csinálni, mert mondom így is. Nem nagyon van témám, mint mindig, de azért, ja. Hát én kéne másfajta videó. Például Áska videót sem csináltam még. Jó, hát múltkor csináltam egyszer ilyen rövid videóba Áska videó, de ugye az nem volt jó. Az rövidben nem jó Áska videókat csinálni, mert egy perc alatt nem tudom összefoglalni a kérdés, legalábbis én nem. Ja. Hát az úgy nem jó. Jó, pedig jó ötletnek hangzott akkor, amikor írta valaki, hogy
egy percben összefoglalom, de hát ez nehéz, főleg olyan kérdés van. Azt is ja, lehet csinálni ASK videókat. Ja, majd, hát láttam, nem sok kérdés jött még azóta. Titkos haszkel volt, aki írt, meg egy-kettő volt. De már az egy hónapja. Azóta nem jött. Gondolom, mert nem csináltam még belőle videókat. Pedig régen is így csináltam, mert valaki nagyon szerette például az ASK videókat, mert írta, azt még régenben írta valaki nálam, hogy például az ASK videókat jobban szereti, mint a blogokat, mert a blogban nem mindig van olyan dolog, amiről beszélek, de az ASK-ban azért több dolog van. Hát, ez is igaz, ja. Ugye azért gondolom, hogy az ASK-ban másabb, mert ott több mindenre tudok beszélni, válaszolni. Reagálni, vagy bármi ilyen dolog. Úgyhogy, na ennek is akkor nekiállok, azt csinálok már. Akkor válaszolgatok a kérdésekre, amik már eddig is jöttek. Ja, azt ennyi. Na jó, van akkor. Szerintem ennyi lesz ez a videócska. Ez a irigy videó. Azt nem soká jönnek fatalék. Mindek, ha még nem is jönnek, de már most mindenki húzom a videót. Ja. Meg akkor, amit beszéltünk, akkor majd valamit kitalálok. Reakció videót is. De még fogalmam sincs, milyen reakció videó legyen. Ha tudtok valami ötletet, videót, vagy valamit, akkor nyugodtan elküldhetitek, majd a linket aktiválom, mármint engedélyezem. Azt hiszem linket, videó linket nem engedi a YouTube. Jó, elvileg be lehet állítani, hogy engedélyezzem. Ja. Na mindegy, majd megnézem. Azt akkor beengedélyezem, hogy jöjjönnek a YouTube linkek. És akkor van valami ötlet, ugye ebből csinálhatnál reakció a videót, vagy erről a videóról, vagy erről, hogy megírjátok, hogy kiről csináljak, vagy valami. És akkor mondom, ti is segítettek nekem ötleteket adni, és akkor így azt mondom, hogy oké. Ezért jó, hogyha van jó kis közösségem, aminek örülök is. Köszönöm is szépen, hogy van jó kis közösség. Ja. Ja, még arról múltkor akartam beszélni, hogy hát, tudom, sokszor beszéltem erről, hogy mindig megbánom, ugye, mint a csatorna törlést is, amikor pár szót töröltem a csatornát, hogy írta valaki, hogy miért töröltem a Mandó szerverét, vagyis a Mandó, és hát amit Mandó csinált Discord szervert, mert ugye nagyon sokat dolgozott vele, akkor írta. Hát végül is azért volt, mert ugye inaktív volt, a szerver tényleg nem nagyon volt már mirkával. Jó, ezen az újon sem mindig van, de tény is való. De az biztos, hogy az a szerver sokat dolgozott vele, és tényleg amúgy az sokkal jobb volt, beismerem. De miért nem lehet olyat, hogy ha letörölsz egy Discord szervert, úgy, mint a YouTube-nál is, hogyha letöröd a profilodat, a csatornádat, akkor egy ideig vissza tudod szerezni. A Discordnál még nincs ilyen szervernél, hogy ha ott is letörlök valamit, akkor mit tudom, egy hétig vissza lehet. Hát igen, bánom, mert tényleg nagyon jó volt, mert bár itt van, sokat dolgozott vele, és sajnálom is, hogyha esetleg nézi Mandó, bár nem hiszem, mert szerintem biztos haragszik rám, nem is csodálom. Ja, de sajnálom, hogy ez történt, pedig az tényleg jó volt, minden jó be volt állítva, szobák is, szintek is voltak, ugye, ha írtatok, akkor jöttek szintek, ugye, hogy gratulálok előre itt szinte, meg stb. Annyira jó volt tényleg, és én... És attól, hogy inaktív volt, nem tudom még kellett kitölölni. Attól még majd lefeljebb újra beüzemelt volna, olyan lett volna, az kész, vagy valami. És akkor, amiről beszéltem, nem, nekem sem... Nekem meg főleg nincsenek témáim, hogy most hogy beszéljek a Discord szerveren, a chaten mindig valamit. Például múltkor is volt, hogy kérdezte, hogy mi a helyzet valaki.
néző, nem tudom mindig mit mondani, nem történik tényleg velem semmi, hogy most beszéljek, ezért jó, hogyha vannak a nézők ott, és akkor, és volt például ezzel az új szervelen, például volt, hogy a nézők beszéltek a nézőkkel, nem velem, hanem a nézőkkel, és el voltak. Ja, és ezt tetszett, hogy nem csak velem beszéltek, hanem a nézőkkel, és akkor el voltak, elbeszélgettek témákról, mindenről. Ja. Úgyhogy, pedig mondtam a Dónak múltkor, amikor még beszél, rá is írtam, hogy nem lenne kedve Dóra konfigurálni egy új szervert. Még fizettem is volna neki egy 5000-es, mert ugye akkor pont volt még annyi pénzem a PayPal-on. Még fizettem is volna neki, csak segítsen bekonfigurálni óra. De hát nem reagált rá, jó, hát nem csodálom, meg gondolom, csak halagodott, meg mit tudom én. Meg ja, nyilván ő is dolgozik, nem él el most, mondta is ezt a múltkor, hogy most már nem lesz annyi ideje foglalkozni Discord szerverrel, mert sokat dolgozik, még akkor még ráért, ugye mondta is. Úgyhogy hát igen, nagyon sajnálom, ha esetleg, ha mégis, akkor nem tudom. Mert tényleg az a szerver volt a legjobb. Az tényleg jó, be volt minden jó állítva, minden konfigolva. Az annyira tetszett. De már késő erre bánakozni, most ez van, ami most van. Most ez is jó, nem arról van szó, ami van. Csak hát igen, az tényleg be volt jó konfigolva minden. Nem voltak hibák, ha voltak is, megcsinálta hamar. Na mindegy, ez van. De ha néznéd, akkor ülnék, hogyha bejönni erre a Rahu szervel, és akkor majd felvennélek Mandó a privátba. Mert ugye nekem is ki van kapcsolva, hogy felvegyenek a Discordon, meg éljen a privátba. Esetleg, ha néznéd, akkor nyugodtan bejöhetsz nyilván az új szerverbe, ott van a leírásban, és akkor, mert ha szeretnél segíteni, óra, bár tudom, hogy nem érdemlem meg, de ha mégis, akkor ha lenne rá időd majd egyszer, akkor hálás lennék. Bár igaz, hogy most nem tudok fizetni érte, mint múltkor, akkor tudtam volna. Pedig akkor tényleg fizettem volna egy 5000-est érte. De hát mindegy, hát. Ez, most sajnos ez van. Ez a szerver van, mondom, ez se nem rossz, jó, csak ez tényleg teljesen jó be volt. Minden. Na mindegy. A végén egy kis Discord téma volt. Legalábbis volt egy kis téma is. Na jó van, jók legyetek, további szép hétvégét, napot, és bízbékkel, húbottál, és majd jövök, amikor legközelebb jövök. A legközelebbi videóval, és ha tetszett a videó, tudjátok, lájkod, ha még nem tetted, iratkozz fel, és ja. Ennyi. Sziasztok!